A nyitásfogadást gyakorolta a Fátum Nyíregyháza játékos keretének egyik fele kedden, a többiek a konditeremben edzettek, majd a két csoport helyet cserélt. Fontos lesz csütörtökön a Kaposvár ellen, hogy az alapjátékelemeket jól valósítsa meg a Nyíregyháza. Egy nagyon erős, illetve nagyon sokat erősödött Kaposvár fog ide érkezni csütörtökön. A tegnapi mérkőzést nézve jól szerváltak mezőnyvédekezésben, nagyon agresszívan védekeztek. Az biztos, hogy föl kell kötnünk a nadrágot. A Kaposvár ugyan kikapott hétfőn a Vasas otthonában, de nagy csatában maradtak alul 3-1-re. A csapatban több egykori nyíregyházi is játszik, Sitkai Marian és Leitgeb Noémi is szerepelt a Fátumban. Ezt már évelején is láttuk az igazolásoknál, hogy nagyon jól sikerült beigazolni nekik. Magyar szinten és külföldi szinten is igazoltak. Az edző maradt, aki volt múlt évben is, úgyhogy már évelején tudtuk, hogy elég kemény meccs várható náluk majd, főleg hazai körülmények között még inkább. Most ugye itthon fogadjuk őket holnap. Hát én nagyon várom már a mérkőzést, ugye Leitgeb Noémivel találkozhatunk, majd múlt évben ő nálunk játszott, úgyhogy én nagyon várom a mérkőzést, nagyon jó kis csata lesz. A mieinknél Henezis Francesco még sérült, Kalotai Zsófia azonban már elkezdte az edzéseket. Visszatért Argentinából Josefina Fernández is, aki csütörtökön először léphet pályára hazai környezetben. Az ütő jó formában van, és érkezésével teljes lett a Nyíregyháza kerete. A Kaposvár elleni találkozó 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.